Kiscsukom, szép napot kívánok Önöknek! Stratégiai partnerségek. Ezen a címszó alatt az elmúlt két esztendőben több mint 50 megállapodás született. Amihez módon volt, megpróbáltam hozzáférni, áttekinteni, és hát azt kellett, hogy lássam, hogy ezekben a stratégiai partnerségi megállapodásokban konkrétumok azok nehezen fedhetők fel. Sem egyik oldalról kötelezettség vállalás tekintetében, sem másik oldalról adott esetben támogatások segítése vonatkozásában. Magyarul ezek ilyen lárpullár alapú megállapodások, a kormány, hogy mondjam, önfényezésére nagyon jók. Tették is ezt. Tették is ezt, mert ezeken a partnerségi megállapodásokon, ezeknek a megkötésén villogtak a vakuk. Forogtak a kamerák, fényképek készültek, kézfogások születtek, netán még pezsgő is elfogyasztásra került. Aztán nagyjából ennyivel befejeződött a történet. Arról, amiről szólnia kellett volna, arról legkevésbé szólt. Az emberről, a munkáról, a lehetőségekről, arról, hogy hogyan és miképpen lehet termelékenységet folytatni, és mellette az emberek érdekeit is szolgálni. Nyilván ez nincs rendjén. Vannak negatív, és mondhatni pozitív tapasztalások is, mondok pozitívat is. Biztos emlékeznek az Audira, a Mercedesre, amikor hazánkba jöttek, megtelepedtek. Arra is emlékeznek talán, hogy ezek a baloldali kormányzás tárgyalásainak eredményeképpen születtek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor azok a stratégiai megállapodások, amelyek ezek alapján születtek, azok jó, amelyek mások alapján azok nem jók, nem. Azt akarom mondani, hogy ezek a cégek attól függetlenül, hogy bárki, politikai színétől függetlenül, köt velük vagy nem köt velük stratégiai megállapodásokat, partnerségi szövetséget, akárminek hívhatjuk, attól még nem fog foglalkoztatás bővítést életre hívni. Nem, attól fog, hogy olyan termelési stratégiát, struktúrát épít fel, amely tekintetében a megfelelő piacokra árut tud bocsájtani, és ez megadja a lehetőségét annak, hogy. Igen, annak, hogy foglalkoztatás bővítsen. Ez történt a Mercedes, ez történt az Audi esetében. Mondhatnánk most az ezévi tavaszi tapasztalatokat, a Legót ismerik Szabolcsban. A Legó márciusban nyitotta meg a kaput, áprilisban pedig aláírta a stratégiai megállapodást. Gondolják, hogy ettől volt a Legóban foglalkoztatás bővítés? Hát ha normálisan végig gondoljuk a dolgokat, akkor nyilvánvaló, hogy nem ettől, hanem attól, hogy elindult egy termelési folyamat. És ez így van helyén, az persze, hogy foglalkoztatás bővítéssel járt. Na de mi van a másik oldalon? Mi van akkor, amikor a Coca-Colától, a Suzuki-n keresztül, a Jebilen, a Borsodkemen keresztül, nagy cégek, vagy éppen a Magyar Telekomon, vagy a Nokia-n keresztül, 2000 főt meghaladó, 1700 fős nagyságrendű leépítések születnek. Partnerségi megállapodások, azok léteznek. Hogy van ez? Orbán Viktornak lövése nincs arról, hogy azok a termelői egységek, gazdálkodó szervezetek, akikkel partnerségi szövetséget köt, azok záros határidőn belül, néhány nappal egyébként az ő kinyilatkoztatásait megelőzően is, vagyis azt követően, ilyen nagyságrendű elbocsátásokat fognak tenni. Milyen szövetségek ezek? A szövetség az arról szól, hogy ismerem, tudom nagyjából a másik következő időszakbeli lépéseit. Adott esetben segítem mindezt, vagy ő segíti az enyémet. Hát úgy látom, itt baj van, és még nagyobb baj az, hogy Orbán Viktor azt sem vállalja fel, hogy ilyen esetekben odaálljon a szövetségesi partnerei mellé, amikor 2000 fős létszámbeépítést jelentenek be, vagy 1700 főset, és azt mondja, hogy itt vagyok. Nem csak a rivalda fény. Nem csak amikor villognak a vakuk. És azzal jönnek, hogy több ezer főt bővítettek ezek a cégek. Igen, bővítettek, hozzá kell tenni rögtön, hogy persze és a leépítések tekintetében sikerült ezt felülmúlniuk. Úgyhogy a hozam oldaláról nézve ezeknek a megkötött partnerségi szövetségeknek, hát nem sok eredménye van. Éppen ezért azt gondolom és azt javaslom,
hogy meg kell tölteni tartalommal mindezt. Olyan helyzetet kell teremteni, ahol ha valaki szövetségesen, akkor az azt a célt szolgálja, amelyik egyébként jó értelmetten, idézőjel, az én, tehát a mi, a Magyarországon élő emberek érdekeit szolgálja. Magyarul egy olyan fajta szövetségi keretet kell életre hívni, ahol a vakuk villogásától függetlenül, a készfogásoktól, a pezsgő elfogyasztásán túl az ember és a munka is fontossá válik. Éppen ezért azt javaslom, és teszek erre kezdeményezést is Orbán Viktor irányába, hogy egészítsék ki ezeket a megkötött megállapodásokat, partneri szövetségeket. Nem kell hosszú litániákat, hosszú oldalakat megtölteni a papíron. Néhány sort írtam neki, ennyiben elfér a dolog. Ezen a papíron csak és annyi áll, ami tartalmilag arról szól, hogy a stratégiai szövetségeseivel kössön egyességet a tekintetben, hogy mondjuk ebben a ciklusban 4 év, vagy 5 év távlatában nem fognak elbocsátásokat kezdeményezni. Ez nem azt jelenti, hogy fegyelmi úton valaki, hogy olyan munkatevékenységet végez, vagy éppen nem, akkor nem lehet tőle megválni. Nem, hanem létszámot nem fognak csökkenteni. A stratégiai szövetséges. Ez igen, ez stratégiai szövetség. Persze ehhez az is kell, hogy egyrésztről a gazdálkodó szervezetek a saját útjukon gondoskodjanak arról, hogy a megfelelő piaci felületek adottak legyenek, és az is kell, hogy a kormány meg gondoskodjon arról, hogy olyan gazdasági környezetet teremtsen, ami ezeknek a partneri szövetségeseknek, stratégiai szövetségeseknek ezen feltétel teljesítésének a lehetőségét megadja. De enélkül, nyugodtan mondom, ez egy üres halmaz, mármint ezek, amik a megállapodáson belül szerepelnek. Ez a lényege a történetnek. Az ember, a munka és a bér. Az a lényege a történetnek, hogy a partneri szövetségesek keretei között dolgozik nagyjából 120 ezer ember. Családtagokkal együtt ez egy 500 000. 500 000 ember érezhetné magát biztonságban akkor, ha konzekvensen és az emberek érdekét szolgálva cselekedne a kormány, jelesül Orbán Viktor, és ilyen típusú partneri szövetségeket kötne. És akkor nem azzal kellene szembenéznünk, hogy a munkaügyi statisztikákat kozmetikázva, hogy a közfoglalkoztatottakra hivatkozva és azzal játszva, persze nekik 2/3 bért adva, mint 4 évvel ezelőtt, mutassák ki azt, hogy milyen jó is a helyzet, és mennyi ember dolgozik Magyarországon. És akkor nem lenne szükség arra sem, hogy a külföldre üldözött gazdasági menekültek jelentős hányadát beszámítsák a magyar statisztikába. És akkor valószínű az a helyzet is változna, hogy a minimál béren dolgozó emberek reál értékben, vásárlóerő értékben nem kevesebbet keresnének ma, mint 4 évvel ezelőtt, hanem legalább annyit vagy többet. Ezek az alapkérdések. És akkor nem lenne az, hogy jönnek a dicsimnuszok az átlagkereset növekedéséről, és közben a Magyarországon dolgozó emberek döntő többsége pedig azt tapasztalja, hogy az ő pénze az nem nőtt. Valakiké biztos nagyon, de az övé az nem. No hát a partneri szövetségek, azok ez irányba kellene, hogy kötődjenek. Az emberek és a munkavégzés lehetőségének az érdekében.